Köszöntünk mindenkit, köszönjük, hogy eljöttek a mai sajtótájékoztatóra. Az adóskamara képviselői fognak először beszélni, és utána pedig az ellenzéki képviselők. Jó napot kívánok, dr. Hosszú Istvánné vagyok, az adóskamara egyik képviselője. Magam is devizahiteles. Igazából én nagyon rövidre szeretném fogni a mondani valómat. 2019 van, húsvét előestéje, és mára már teljesen nyilvánvaló, hogy az MNB szerinti 900 ezer végrehajtás, amit a bankok, illetve a követeléskezelők indítottak a banki tartozások miatt a magyar állampolgárok ellen, ez egy nyilvánvaló, jogilag is teljesen abszurd termék miatt következett be, és ma is legalább 3 millió embert érint olyan tekintetben, hogy vagy már teljesen kifosztották, vagy még fizetnek, és akár éhezés árán is megpróbálják megmenteni az otthonukat. Ez egy olyan áldatlan helyzet, hogy hát lehet, hogy kicsit túlzás, de azt tudom mondani, hogy ugyanúgy keresztre van feszítve ez a társadalomnak ez a nagy részek, majdnem a fele, mint ahogyan Krisztust keresztre feszítették. Én csak szeretném megkérdezni a közjogi méltóságainkat. Áder János köztársasági elnököt, Orbán Viktor miniszterelnököt, Kövér László házelnököt, a kúria elnökét, Darák Pétert, Velman Györgyöt, a polgári kollégium elnökét, az alkotmánybíróság elnökét, a közjegyzői kamara elnökét, a végrehajtói kamara elnökét, hogy mikor, kérdezem ismétlen, mikor, 2010 után eltelt 9 év, mikor hajlandóak úgy foglalkozni a fogyasztó védelemmel, ahogy az Európai Unió más tagországában védik a fogyasztókat. Miért van itt kettős mérce? Miért engedik kifosztani a bankrendszernek és a követeléskezelőknek a lakosság közel felét? Nem én találtam ki, az Európai Bíróság sorba hozza az ítéleteket, ami alapján teljesen egyértelmű, hogy a magyar lakosságot megtévesztették a bankok, becsapták, és cserbehagyta az állítólagos, egyre erősebb, egyre jobban teljesítő magyar állam és annak intézményrendszere. Én azt szeretném kérni, hogy gondoljanak ezek a méltóságok, amikor leülnek húsvétkor a megterített asztalhoz, gondoljanak azokra a családokra, akik 9 éve rettegve élnek, alszanak, hogy mikor rakják őket ki az otthonukból, vagy mikor nem jut kajára a gyerekeknek, vagy cipőre. És ennek megfelelően legyenek hűek a hazához, mutassák meg, hogy magyarok, hogy férfiak, hogy méltóak arra, hogy közjogi méltóságnak nevezzük őket, és most már végleg oldják meg, hogy befejeződjön Magyarországon ez a borzadály, ez a világ csúfja kifosztás. Köszönöm szépen! Stregov Erzsébet vagyok, az adóskamara egyik képviselője. A gyermekvédelmi törvény, illetve az ENSZ egyezmény is hangsúlyozza, hogy gyermeket családból kiemelni nem lehet. Szerbiában devizahitel miatt családokat kilakoltatni nem lehet, megtiltották. Európában szinte az egyedüli ország vagyunk, ahol ilyen mértékű karhatalommal történő családoknak az utcára helyezése megtörténik. Én tavaly 2 kilakoltatáson voltam egy 5 fős családnak, nagyapával, 3 kiskorú gyerekkel, és a mennyével rakták 5 napon belül utcára. Úgyhogy csütörtökön bedobja a végrehajtó a jegyzőkönyvet a halott feleségének a nevére, hogy a következő héten, kedden, 11 órakor hagyja el, kipakolva, kiürítve a lakást a család. És mindezt 6 jogvédő jelenlétében, 3 rendőrautónyi rendőr jelenlétében. A másik tavaly augusztusban történt
Ott hattagú család egy ikerterhes anyukával, 5 hónapos babájával tették az utcára. Az ikerterhes babákat az anyuka elveszítette. Mindezt a családok évében 2018-ban. És nagyon sok családról nem is tudunk, akik nem kértek médiát. Az utóbbi kilakoltatás 2 parlamenti képviselő jelenlétében történt. Követeljük a moratórium kiterjesztését, meghosszabbítását, a végrehajtások azonnali megszüntetését és az európai bírósági ítéletek végrehajtását a bíróságokon. Az európai jog fölülírja a nemzeti jogot. Magyarországon is fölül kell írnia. Köszönöm. Politikus számára egy alapvető értékválasztás az, hogy minek és kinek az oldalára áll oda. Mi azért vagyunk itt, ellenzéki képviselőnők, a deviza hitelesektek az oldalán, mert úgy érezzük, hogy iszonyatosan embertelen az a gyakorlat, ami folyamatosan zajlik ebben az országban. És a kilakoltatási moratórium hamarosan véget ér. Közösen nyújtunk be egy törvényjavaslatot annak érdekében, hogy amíg a devizahiteles problémára a Magyar Országgyűlés és kiemelten a magyar kormány nem találja meg a megoldást, addig egyetlen embert se lehessen utcára tenni. Szeretnék önöknek 3 számot elmondani. Az elmúlt 3 évben körülbelül 10 000 családot lakoltattak ki, 2016-ban 3 000-et, 2017-ben 3 600-at, 2018-ban, ami a kormány szerint a családok éve volt, 3 200-at. Mi egyetértünk abban, hogy egyetlen család és egyetlen ember sem kerülhet utcára, azért, mert tisztességtelen módon bevonták őket egy olyan szerződésbe, amelyről most már az Európai Bíróság is kimondta, hogy nem szabadott volna, hogy megtörténjen. Gyakorlatilag nincs más feladata a magyar kormánynak, mint az, hogy az Európai Bíróság döntésének érvényt szerezzen, és azt várjuk el, és erről szól a mi törvényjavaslatunk, hogy amíg ezt jogi formában meg nem fogalmazza, és a magyar parlament, az országgyűlés meg nem tudja szavazni, addig senki ne kerülhessen utcára. Ez ennek a sajtótájékoztatónak a lényege, hogy senki ne kerülhessen Magyarországon utcára. Amíg ez nem történik meg, addig mi küzdeni fogunk, és együtt fogunk küzdeni, mert ez egy olyan ügy, ami pártok felett áll, és ez egy olyan ügy, ami alapvető emberiességi kérdés. Ezért mi a devizahitelesek mellett és a devizahitelesek mögött vagyunk, és minden olyan magyar ember mellett vagyunk, akinek lakhatási problémái vannak. A következő időszakban sok szó fog erről esni, és nyomás alá fogjuk helyezni a magyar kormányt minden létező eszközzel annak érdekében, hogy ne tussolja el ezt a problémát, és ne próbáljon meg úgy csinálni, mintha nem történt volna semmi. Nagyon is történnek dolgok, ezek a családok most is rettegnek, most is félnek, április 30-a nagyon hamar itt van, mi pedig stabilan ott fogunk állni ezen családok mellett, a magyar kormánynak pedig éreznie kell azt, hogy ezt nem teheti meg tovább az emberekkel. Köszöntöm Önöket! Amikor a 2011-es tanulmányom elkészítése után az összes parlamenti pártnál látogatást tettem, és elmondtam a frakcióknak a devizahitel probléma lényegét, és 2012-ben még mindig azt láttam, hogy semmilyen érdemi intézkedés nem történt a 180 forintos, 2 hónapra megengedett végtörlesztésen kívül, akkor készítettem egy törvényjavaslatot. 2012. június 15-én Téper 7665 szám alatt adta be egy akkori ellenzéki országgyűlési képviselő ezt a végrehajtási törvény módosító javaslatot, amiben egyértelműen kimondta a törvény, kimondta volna a törvény, hogy abban az ingatlanban, vagy abból az ingatlanból nem lehet senkit kiköltöztetni, akinek az az állandó lakóhelye. Az volt a cél, miután láttuk, hogy a devizahitel szerződésekben a közjegyzők visszaélve jog adta lehetőségeikkel, mindenféle ellenőrzés nélkül záradékolják a közjegyzői okiratokat és perenkívüli végrehajtással tesznek embereket utcára, egyértelmű volt, hogy a törvénynek védenie kell az embereket. Természetesen a Fidesz ezt a törvényjavaslatot nem engedte tárgyalni. Majd amikor Zé Kárpát Dániel képviselő társam látta, hogy nem hajlandó a kormány egy tisztességes végrehajtási törvényt, 2012. november 19-én Téper 9185 szám alatt ő is benyújtott egy javaslatot, aminek az lett volna a lényege, hogyha kismama vagy gyermek él az ingatlanban, ne lehessen végrehajtani kilakoltatást, ne lehessen árverezni. Természetesen a kormány ezt sem tette meg,
természetesen a parlamenti képviselők többsége ezt sem engedte tárgyalni. Az zajlik ma Magyarországon, hogy gyermekeket, családokat tesznek peren kívüli végrehajtásokkal utcára. Ez egy olyan intézmény, egy olyan visszaélésre alkalmas intézmény, amelyben a közjegyzőknek maguknak kellett volna megtagadni azt, hogy lezáradékolják a közjegyzői okiratokat. Ha a banknak bizonyítania kell a tartozást, higgyék el, nagyon sok perben láttam el képviseletet, nem tudják bizonyítani, mert egyetlen követelés sem valós. És akkor megkérdezhetnék, hogy a magyar gyermekek, a magyar családok, kiknek az érdekében kerülnek utcára, akkor elmondom. Az Orbán kormány azért nem oldotta meg ezt a kérdést, mert megszerezték a bankok egy jelentős részét, a bankok gyakorlatilag a pénzt a kormány és Orbán oligarcháinak keresik. Megszerezték az összes követeléskezelő céget, akik 10%-ért veszik meg a bankoktól a követeléseket úgy, hogy amikor az adósok 50%-on szeretnék megváltani, nem engedik meg nekik. Ez az Orbán Viktor vezette kormány és körülötte lévő oligarcha hálózatot szolgáló intézmény. Ma egy magyar gyerek azért kerül utcára, hogy ők pénzt kereshessenek, sok pénzt kereshessenek. Valóban a jogszabályok nem humánus alapon jönnek létre, amikor egy bankhitelről van szó. De bizony a jogszabályokban ott vannak azok a rendelkezések is, amelyek megkövetelik az értékegyenlőséget, azaz a szolgáltatás ellenszolgáltatásnak egyenértékűnek kell lenni, és egy szociális piacgazdaságban elképzelhetetlen, hogy azért, hogy a bankok extra profitot tudjanak beszedni, ehhez a szociális ellátórendszernek az adófizetők pénzéből kell a családokat finanszírozni. Mert az a család, akit utcára tesznek, megbetegednek. Ki látja el őket? Az egészségügyi ellátórendszer. Elvesztik az otthonukat? Ki látja el őket? A szociális ellátórendszer. Ma az adófizetők azért fizetnek adót, hogy a bankok sok pénzt kereshessenek ezekből a kilakoltatásokból. És az adófizetőknek kell ezeket a problémákat megoldaniuk. Azért kell mindenkinek ellene mondani a rendszernek és ennek a gyalázatos ügytípusnak, mert ezzel a nemzetünket, a polgárainkat ölik meg, és ahány gyermeket kilakoltatnak Magyarországon, higgyék el, felnőtt korukban nem fognak Magyarországon maradni. Akivel a hazája ezt teszi, az ehhez a hazához nem lesz hű. Köszönöm a figyelmüket! Én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Liberális Párt nevében is. És el kell, hogy mondjam, hogy pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy a piac önmagától humánus értékeket nem szolgál. Azonban a mindenkori társadalom szervező feladata az, hogy olyan módon igazgassa az intézményrendszert, amiről képviselőtársam is beszélt, hogy ez azoknak az embereknek nyújtson védelmet, akik önmagukért egyébként már mindent megtettek, az utolsó fűszába is belekapaszkodtak, az utolsó telket is eladták, az utolsó autót is eladták, hogy végtörlesszenek, és még ekkor sem sikerült. Na ekkor jön az a magyar állam, amelyik fennhangon beszél a családok évéről, meg családvédelmi akciótervről, és utcára teszi ezeket az embereket. Teszi ezt úgy, hogy egyébként még az sem történik meg ebben az országban, amiről képviselőtársam beszélt, hogy az adófizetők pénzéből a szociális ellátórendszert finanszíroznák. Nem, nem finanszírozzák. Ezeknek az embereknek nem áll lehetőségükben szükséglakásba költözni. Nem áll lehetőségükben egy olyan intézményrendszerhez fordulni, akik képesek tetőt adni a fejük fölé, hogyha elveszítették mindenüket. Ebben áll ennek az országnak a drámája, és abban, hogy civil szervezeteknek kell kiállni azokért a szerencsétlenül járt emberekért, akikért egyébként ez a kormány képtelen tenni 4,5%-os GDP növekedésből. Nagyon örülünk neki, hogy újabb stadionok épülnek, csak éppenséggel az nem épül, aminek épülnie kéne az emberségnek. Minden ember, akit kilakoltatnak, sértve van a méltóságában és az alapvető jogaiban. Erről kell beszélni, és ez az, amit az Orbán kormány alapvetően nem ért. Az embertelenségre alapozza ezt a rendszert, és ezért nyúlt nagyon rosszul a devizahitelesek kérdéséhez akkor, amikor a végső megoldást nem kereste, sem olyan módon, hogy intézményrendszert adott volna a bajban jutottaknak, sem olyan módon, hogy kezet nyújtott volna azoknak, akik önmagukért egyébként készek voltak mindent megtenni. Azért vagyunk most itt, mert egyébként függetlenül attól, hogy milyen ideológiát képviselünk. Látjuk, hogy ez az embertelenség Magyarországához vezetett, és egy olyan Magyarországhoz, ahol a város mindenkiért csoportnak kell aláírás gyűjteni azért,
hogy ne szakíthassanak szét családokat pusztán azért, mert nem voltak képesek a szülők tovább lépni a piaci folyamatokkal, az előre nem látható piaci folyamatokkal, és törleszteni azokat a hiteleket, amik egyébként az ő korábbi helyzetükben még törleszhetőek lettek volna. Ez mindannyiunk drámája, és föl kell fognia ennek a kormánynak is, hogyha nem keres megoldást, akkor történelmi felelőtlenséget és történelmi bűnt követel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ez bizony nemzeti ügy, és az egész országnak közös ügye. Ahogy azt az előttem szólók is elmondták, a kormány képviselői, a Fidesz és a KDNP úgy tesz ma Magyarországon, minthogyha megoldotta volna a devizahitelesek problémáját. Pedig látjuk, hogy minden napra jut egy tucatnyi család, akit kilakoltatnak, akik elvesztik a fejük fölül a fedelet. Ahogy elmondták előttem, gyermekek, szülők tragédiájának sokaságát látjuk nap mint nap, és sajnos a kormány csak látszólagos intézkedéseket tesz. Többen kiemelték, hogy nincs adósságkezelési támogatás, nincs ma Magyarországon lakásfenntartási támogatás, miközben a kormány minden normatív támogatást megvont a rászorulóktól, aközben a jobb helyzetűeket újabb és újabb lehetőségekben részesíti. Sem a szociális törvény, sem a gyermekvédelmi törvény, sem a bírósági végrehajtásról szóló törvény, illetve a valójában működő vagy kevésbé működő ellátórendszer sem garantálja, hogy a gyermekes családokat ne lehessen megfelelő elhelyezés hiányában kilakoltatni. Ahogyan erre az alapvető jogok biztosának 2026/2017-es számú ügyben kiadott jelentése is említi, valamint az ENSZ gyermekjogi bizottságának több Magyarországról szóló jelentése is rámutatott rendszeresen. Rendszeresen előfordul, hogy az anyagi okokból fennálló veszélyeztetettség és ezen belül gyakran a család hajléktalanná válása, kilakoltatása, illetve megfelelő lakhatásának hiánya miatt kerül sor a gyermekek családjukból való kiemelésére. Említették előttem a statisztikákat, hagyd mondjak én is, hagyd egészítsem ki én is ezeket egy pár rémisztő adattal. A 2018-as lakhatási jelentés egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság. Országosan 2-3 millió ember él lakásszegénységben, vagyis tapasztalja a lakhatási problémák valamelyikét. 1,5 millióan élnek olyan lakásban, amelyekkel súlyos lakásminőségi problémák vannak. Minden harmadik háztartás lakhatással összefüggő megfizethetőségi problémákkal küzd, tehát jövedelméhez képest irreálisan sok pénzt költ rezsire, bérleti díjra vagy lakáshitel törlesztésére. Jelenleg nagyjából 1,4 millió háztartásnak van valamilyen hitele, a háztartások legalább 13%-ának pedig 60 napon túli közmű tartaléka, hátraléka van, miközben 750 ezer végrehajtási ügy van most is folyamatban a GDP-nk 7%-ának értékében. Ez, kérem, rémisztő. Magyarország, ha itt tart, akkor a magyar kormány súlyos mulasztásban van. És nem tartom normálisnak azt sem, hogy Trócsányi László, a Fidesz európai parlamenti listájának vezetője, a magyar fideszes államot védi, és az ügyvédi irodáján keresztül a devizahitelesekkel szemben. Milyen állam az, amely saját magát védi, a saját pénzét védi, a saját zsebét védi, a saját pártját és hatalmát védi a magyar emberekkel szemben? Az MSZP és a Párbeszéd korábban benyújtott több határozati javaslatot, melynek a fő célkitűzései azok, hogy a gyermekes családokat ne veszélyeztessék, a magyar családok ne fulladjanak bele a devizahitelbe, a fiatalok újra lakáshoz jussanak, mert a rendszerünket, a nemzeti együttműködés rendszerét leginkább az bizonyítja az előzőeken elmondottakon túl, hogy ma egy középosztálybeli fiatal ledolgoz egy életet, és esélye sincs, hogy legalább egy fél panellakásra valót összeszedje. Egy középosztálybeli gyerek, fiú vagy lány, ha nem örököl valamit a szüleitől, nem tud ma Magyarországon egyről a kettőre lépni. Hát ez az, ami ma a rendszert leginkább jellemzi. És ezt a CSOK és a gyermekvédelmi
új törvény és ajánlatok nem fogják, kérem, megváltoztatni. Kérdezem én önöktől. Nem értem azt, és nem érti az egész ellenzék azt, hogy amit adnak a családoknak, az miért hitel? Miért újra hitel? Miért kergetik a magyar családokat újra egy hitelválságba? Egyszerűen, amikor a deviza probléma ekkora problémát okozott Magyarországon, nem értjük, hogy megint miért a bankoknak kedvező, a nap végén a bankokat segítő támogatási rendszert alakít ki a Fidesz. Válaszoljanak a fideszesek arra, hogy miért hitel újra a családok támogatása, miért a bankokat támogatják. Egyszerűen ez nem fér a felünkbe. Végezetül, a szegénység ma Magyarországon bizony női arcú. Mondhattam azt is, hogy gyerekarcú. De a terheket, a családok összetartását, a gyermekgondozást, az idős gondozást mind-mind a nők cipelik a hátukon. Egész egyszerűen nem lehet hagyni azt, hogy ma nők, magyar nők, családok és gyermekek ilyen mértékben kiszolgáltatottak legyenek. A kormánynak lépnie kell, és igen, ahogy elmondták az előttem szólók, ez nemzeti ügy és közös ügyünk. Köszönöm szépen. Orbán Viktor 9 éve hazudik a devizahiteleseknek. 9 éve nem tesz semmi érdemi lépést annak érdekében, hogy több millió embert megmentsen a kisemmizettségtől, a koldus mi voltól. Orbán Viktor látszatintézkedéseket tesz 9 éve, miközben semmi mást nem csinál, mint a saját oligarcháit hízlalja több millió nyomorúsága árán. Eközben aljas módon a kormány azt sugallja, azt kommunikálja, hogy ezek az emberek azért kerültek bajba, mert buták, mert nem olvasták el a szerződést, mert felelőtlenek, mert erejükön felül vettek fel hiteleket. Trócsányi László miniszter szerint 900 ezer végrehajtási eljárás van folyamatban. Hát kérdezem én, 900 ezer ember hülye? 900 ezer ember felelőtlen és nem olvassa el a szerződéseit? Nem. Arról van szó, hogy 900 ezer embert és ezáltal több milliót, mert a családokat érinti, egyszerűen becsapott a kormány, becsaptak a bankok azért, mert egyszerűen semmi lényegi szabályozás és érdemi szabályozás nem vonatkozott arra, hogy megvédjék ezeket az embereket. Az Európai Bíróság kimondta most már, hogy az árfolyam kockázatot nem lehet egy az egyben a hitelesekre tenni. Ezért követeljük azt most a ma benyújtott törvényjavaslattal, hogy függesszék fel az összes kilakoltatási eljárást addig, amíg nem sikerül rendezni ennek a több százezer embernek az ügyét. A kilakoltatásokon felül a Párbeszéd korábban is javasolta, és most is javasoljuk közösen azt, hogy ne csak a kilakoltatásokat függesszék fel, hanem az összes végrehajtási eljárást. Mert a kilakoltatás az már csak az utolsó lökés ezeknek az embereknek, hogy az utcára kerüljenek. A nyomor, a lecsúszás az a végrehajtási eljárások elején kezdődik. Amikor elkezdik levonni a fizetéseket, amikor elkezdik lefoglalni az ingóságokat, és amikor lefoglalják az ingatlant. Ennek is véget kell vetni, fel kell függeszteni ezeket az eljárásokat addig, amíg Orbán Viktor végre nem hajlandó több millió magyar emberen, köztük gyerekeken segíteni. Nem fogjuk tétlenül nézni azt, hogy gyerekek az utcára kerüljenek, hogy rokkantak az utcára kerüljenek, hogy olyan idős, beteg emberek az utcára kerüljenek, akiknek Orbán Viktor mást ígért. Küzdeni fogunk, nem fogjuk feladni ezt a harcot, és addig fogunk együtt dolgozni, amíg meg nem oldjuk a devizahitelesek problémáját. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Magyarországon ma nem jog, hanem kötelesség a lakhatás. A Fidesz kormány ezt állapította meg egy jogszabályban, kötelesek a magyarok lakni valahol. Ugyanakkor nem biztosítja számukra azt, hogy ezt a kötelességüket teljesíteni tudják. Így a kötelesség az csak kötelesség, de nem jog. Értem, és látjuk azt, hogy vannak olyan családok, amelyek simán tudták ezeket a kötelességeket teljesíteni. Valakinek vadászkastélya lett ebben a kötelezettség teljesítésben, valakinek folyamatosan növekvő, táguló lakás a luxus lakóparkban. És értjük azt, látjuk azt, hogy a magyar kormány azt mondja magáról, hogy családbarát. Persze, a Mészáros családé, a Tibor családé, az Orbán családé,
a Lázár családé, meg a Kósa család barátja. Mi azt szeretnénk javasolni, hogy kezdjenek már el barátkozni kevéssé ismert magyar családokkal is. Már csak azért, mert ahogy itt korábban elhangzott, rengeteg ember, köztük gyerekek, terhes nők minden nap azért szenvednek, és minden nap amiatt izgulnak, hogy lehet, hogy másnap nem kenyér nem lesz, hanem nem lesz asztal, meg nem lesz lakás, ahol enni lehet. Mi azt gondoljuk, hogy azokat a javaslatokat, amelyeket korábban benyújtottunk, a Demokratikus Koalíció is két ilyen javaslatot nyújtott be a kilakoltatás ellen, azt legalább érdemben kellett volna tárgyalni. Ezekkel érdemben kellett volna foglalkozni. A kormány válasza minden esetben az volt, hogy ezt a kérdést megoldottuk. De elég csak kinézni a Kossuth téri irodák ablakából, és láthatják, hogy nem oldódott meg, hiszen itt is állnak olyanok, demonstrálnak olyanok, akik áldozatai a kilakoltatásnak, áldozatai a devizahiteleseknek. Született most európai döntés, és itt van Magyarország, amelyik tagja az Európai Uniónak, és nem érdekli ez az európai döntés. Mi azt gondoljuk, hogy olyan Magyarországra és olyan Európára van szükség, ahol közösen születnek az európai döntések, és vannak európai minimumok. Ilyen európai minimum kell, hogy legyen a lakhatás ügye. Erre lehet pénzt szánni. A Giro d'Italia 7,7 milliárd forintjába fog kerülni ennek az országnak. Nagyon fontos esemény. Sokan szeretik a kerékpárt. Sokan szeretnek kerékpározni, meg nézni is. De érdeklődni szeretnék. Nem lenne jobb ebből a pénzből, meg még sok-sok más elszólt pénzből ezeket a problémákat megoldani? Mi azért nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot, és a Demokratikus Koalíció készül újabb törvényjavaslatokra ezzel kapcsolatosan, hogy a kormány üljön le végre, és valóban érdemben tárgyaljon erről az ügyről. Mi, akik itt állunk, valamilyen készek vagyunk a parlamenti szünet alatt is bejönni az országgyűlésbe, és foglalkozni ezzel az ügyel. Mert ugyan van még pár hét a kilakoltatási moratórium végéig, de el fog jönni. El fog jönni az április 30-a. És akkor ott fognak az utcán állni az elveszett generáció tagjai. Mert ugye az oktatást már tönkretették, az egészségügyet tönkretették. Azok a családok, ahol egy, kettő, három vagy annál is több gyerek van, azok a gyerekek nem tudnak a tanulásra koncentrálni. Nem tudnak arra koncentrálni, hogy nyelvvizsgát szerezzenek, hogy előrébb léphessenek. Ők lesznek Magyarország elveszett generációja. Mi azt gondoljuk, hogy a kormánynak, ha mi törvényjavaslatunkat nem is támogatja, legalább saját törvényjavaslatot kell benyújtani annak érdekében, hogy ez az elveszett generáció visszakapja a reményét, és úgy érezze, hogy a kormány valóban a magyarokkal foglalkozik. Ahogy itt elhangzott, talán Kunhalmi Ágnes mondta, ez egy nemzeti ügy. Ez nem Fidesz vagy ellenzék kérdése. Ha magyarok érdekében kíván a kormány dolgozni, és nem csak kiváltságos magyar családok érdekében, akkor hallgassa meg ne csak a mi hangunkat, hanem azoknak az embereknek a hangját is, akik itt állnak, akik demonstrálnak, meg annak a sok-sok ezer néma ember figyeljen azokra az emberekre, akik nem tudnak velünk itt lenni. Köszönöm szépen! Miután a kormány tagjai elfogyasztották a húsvéti ebédjüket és vacsorájukat, várjuk a választ jövő héten, csütörtökön, 25-én a kúria előtt. 10 órától ott vagyunk. Reméljük, hogy a választ megkapjuk, hogy a moratórium felfüggesztésre kerül, a végrehajtásokat megállítják, és végre anyák napján, ami hamarosan következik, hiszen mi nők álltunk mi most ki a tűzhely őrzői, hogy tényleg ünnepi ebéd lehessen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük vagyunk. Jó, még egy mondatot a törvényjavaslatról. Egy sajtótájékoztató után az itt jelenlévő ellenzéki képviselők fogják benyújtani ezt a törvényjavaslatot, amit mindenkinek odaadtunk egy példányban. Kérem, kövessék figyelemmel ennek a javaslatnak a sorsát, és szeretném aláhúzni azt, hogy április 30-án ér véget a moratórium. A parlament azonban nem mentesül a jogalkotási kötelezettsége alól, hiszen embereknek a millióiról van szó, több tízezer családról van szó, akik devizahitelesek, és rettegnek most így húsvét előtt is, és húsvét után is. Ezért nagyon fontos, hogy a következő időszakban kérem, kövessék figyelemmel azt, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a kormány érezze azt, hogy nem sétálhat el e probléma mellett. A benyújtók tehát ezek a képviselők lesznek, sorban Vadai Ágnes a Demokratikus Koalíciótól,
Kunhalmi Ágnes a Magyar Szocialista Pártól, Bősz Anett a liberálisok, illetve független képviselő a Magyarországgyűlésben, Varga Dam Andrea a Jobbik képviselője, Szabó Tímea a Párbeszéd képviselője, és jómagam Szél Bernadett független képviselő. Köszönjük szépen, és kellemes ünnepeket!